gyere te is! El is van! Fogd meg a lapátot! Mezei Szilt ültetnek a gyerekek a nyíregyházi botanikus kertben. Ez ugyanis az év fája, ami minden évben egy őshonos fafaj. Az ültetésben szakavatott kezek is segítkeztek. Lapátolni, amikor kell. Segítek anyáiknak. Tehát akkor neked már van gyakorlatod ebben? Igen. Igen, van egy pár. Az év fáját minden évben az Országos Erdészeti Egyesület választja ki, ezekre az adott évben nagyobb figyelmet fordítanak. A mezei szél melegkedvelő fa, így elsősorban domb, illetve síkvidékeken található. Itt a mi területünkön, tehát az Alföldön, az egykori átéri erdőknek, a tölgykőri szilligeterdőinek a szélfafaja volt, de sajnos azért tudom mondani, hogy volt, mert 1918-ban, illetve 1960-ban a szilfavész nevű károkozó, vagy kórokozó szinte hát a nagy részét elpusztította a mezei szilnek. Ezért is mondjuk nagyon fontos az, hogy ebben az évben a mezei szil az évfája, mert a figyelmet felhívjuk rá, illetve szóljunk róla. A Madarak és Fák napját Magyarországon először 1902-ben Csernel István ornitológus szervezte meg, majd Aponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő, évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse. A nyíregyházi botanikus kertben a hagyományokat folytatva számos madarat megismerhettek a gyerekek. Erdélypinty azért nem ennyire színes, mert hogy ez egy tojómadár. A tojónak mindig rejtőszínük van, hogy a fészekben ugye ne látszódjanak. Onnan látjuk, hogy nem verik, hogy azért van fehér a szárnyában meg a farkában. A gyerekek némi segítséggel madárodút is készítettek. Sokukat érdekelte az is, hogy hogyan gyűrűzik meg a madarakat.